Mint ismeretes, a termelés szempontjából az egyik legfőbb kockázatot a fagy jelenti. A tél végeztével pedig akkor a tavaszi hőmérséklet csökkenés, az elmúlt hetekben tapasztalt éjszakai fagy is pusztító hatással lehet a korai virágzású növényekre. Hiszen a kedvező időjárás és a hirtelen felmelegedés hatására a fák felébredtek téli álmukból, elindult a növényi nedvek keringése, ezzel együtt a virágzás folyamata is. Ekkor a jelentős lehűlés, valamint a hajnali fagyok hatására a fákon lévő termőrügyek és nyíló vagy már teljesen kinyílt virágok könnyedén károsodhatnak, elfagyhatnak. Szűcs Gergely kertész elárulta, a fagyási tünetek jelentkeztek a képsorokon látható kajszibarack, de a mandula, illetve az őszibarack egyes változatának virágainál is. A kajszibaracknak a virágját leszedve, ketté vágva, a belső bibe az zöld vagy barna szín mutat. A zöld akkor túlélte a fagyot, ha barna, akkor sajnos nem. Ezek a fagyok -5-6 fokra már elég nagy károsítást tudnak okozni, -2-1 fokokat még át lehet hidalni olyan szempontból, hogyha a tüzet rakunk alá, betakarjuk különböző geotextillel, vagy esetlegesen szalmával borítjuk a kisebb fákat. Leggyakrabban tehát a kajszi és az őszi barackfák szenvednek tavaszi fagykárt, szemben a hazánkban őshonos megy, cseresznyével, almával és körtével. Szűcs Gergely hozzátette, az elmúlt hetekben tapasztalt nagy hőmérséklet ingadozás miatt fokozottan oda kell figyelnünk a fügére és a kivire, valamint a dísznövényeink védelmére is. A legismertebb módszerek a füstölés, a parafingyertyás védekezés, különböző geotextilek használata, illetve a fagyvédelmi öntözés. Ezek közül az utóbbi tartják a leghatékonyabb, egyben a leginkább környezetkímélő megoldásnak. A fagyás bekövetkeztének kiemelt következménye lehet a termés kiesés, mely a kajszi, valamint az őszi barack tekintetében a jelenlegi ismeretek szerint országos szinten a termés 70-80%-os pusztulását jelenti. Az ország területére jellemzően hatalmas fagykárokat jelentettek az aznek. Hiába védekeztek, most 2 héten keresztül is volt pár éjszaka, ami tartós 1-2 éjszakát meghaladó fagyok voltak. Ezért várható, hogy a terméseknek a 70-80%-a most jelen pillanatban elpusztult a kajszi barackok, őszi barackok tekintetében. A többi fák azért meg ezt túlélték, tehát almából, körtéből, megyből, cseresznyéből nem lesz gond. Viszont érintett még a bogyós termésűeknél, az embernek a korai változatából kaptunk olyan híreket, hogy őket is érintettek, tehát hiába takarták le szalmával. Érdemes még odafigyelni a tavaszi vetésű sárgarépára, petrezselyemre, zöldborsóra és hagymára is. Amennyiben ezek is károsodtak a fagy miatt, nem késtünk még el az újravetésükkel.